Három éve, 2019 őszén választották meg Fazekas Attilát Tevel polgármesterének. Azóta több fejlesztés is történt a településen. Például jelentős változás, hogy a faluban már működik házi orvosi ellátás. 2019-ben, amikor polgármesternek indultam, akkor a programomban nagyon sok olyan dolog fogalmazódott meg, amit mint magánemberként szerettem volna a településen, hogy legyen. Ezeket fősorolni is, azt mondom, hogy kicsit nehézkes, de én úgy gondolom, hogy sikerült nagyon sok mindent megvalósítanom. Tehát sorolnám azt elsősorban, tehát, hogy nem volt fix háziorvosunk, szerencse is párosult hozzá, de sikerült háziorvost a településre invitálni, és most már itt immár az is 3 éve praktizál a településünkön a lakosság megelégedettségére. Ez mellett a településünknek úgy gondolom, hogy a szíve lelke, hogy maradjon az óvoda és a 8 osztályos általános iskola, és ezt szerettük volna mindenképpen kibővíteni bölcsödével. Ez is sikerült egy sikeres pályázat útján. Igaz, hogy az önkormányzatnak önrészt kell hozzá biztosítania, de úgy néz ki, hogy ez jövő szeptemberre már üzemelni is fog, tehát a munkálatok folynak. Azon kívül nagyon sok olyan fejlesztés volt félben, illetve a fejemben fogalmazódott meg. Ugye a infrastruktúra nagyon fontos, és járdák, utaknak a felújítása. Ezeket a Magyar Falu program keretében szintén sikeresen pályáztunk. Ezek mellett közel 380 millió forintból a csapadékvíz szakszerű elvezetése és helyben tartása is megoldódott a községben. Bővítettük a vízhálózatot is, mert ott nem volt vezetékes ivóvíz kiépítve, tehát az ott nem sok lakos van, 20 pár személy életvitelszerűen, de így akkor azoknak is azt mondom, hogy az életét meg tudtuk könnyíteni, hogy vezetékes ivóvizet tudtunk kiépíteni a településen. A polgármester hozzátette, hogy a jövőbeni tervek között pedig szerepel a művelődési ház teljes energetikai felújítása. Tervek még vannak, mert nem fogytunk ki. Beadtunk 2 pályázatot TOP pluszosban, azok elég nagy volumenű beruházások, szintén fontos a település életében, vagy fontos lenne egy piasztér, zárójelben közösségi térnek a kialakítása, illetve a művelődési háznak az energetikai felújítása, az mondhatnám azt, hogy ilyen 100%-os felújítás, mert elég retrós, és hát nagy szükségünk van rá, illetve hát a későbbiekben csak, tehát úgy tudjuk azt üzemeltetni gazdaságosan, hogyha ezt a pályázatot megnyerjük. Bízunk benne, hogy pozitív elvírásban fog ez is részesülni. Még úgy gondolom, hogy fontos volna, hogy a településen az idősekről is tudjunk gondoskodni. Egy ilyen idősek napközis otthonában is gondolkozunk. Ez is a következő éveknek a tervei között szerepel, hogy biztosítani tudjuk azoknak az idős itt élő embereknek a mindennapjában, hogy felügyeletet, társaságot, ellátást, akinek ugye nincsen hozzá tartozója itt a településen, vagy éppen dolgoznak és nem tudják a napi felügyeletet ellátni a személyen. A sportra is nagy hangsúlyt fektettek a településen. Sikerült egy műfüves pályaprogramban egy nem TAO-ban, hanem önkormányzati támogatás keretében egy nagyméretű műfüves pályát a Teveli Sport Egyesületnek biztosítani, ami ugye nem csak magát a felnőtt focistáknak, hanem az utánpótlásnak is egy nagy segítség, illetve hogy az alapoktól már tudjunk indulni, az Óvis Sport Alapítványon keresztül az óvodában is egy óvis műfüves pályát tudtunk építeni a tavalyi évben, úgyhogy én úgy gondolom, hogy teljes mértékben sportterén is, meg oktatásterén is a városi iskolákkal, óvodákkal föl tudjuk venni a versenyt. Mind különben, mind szakemberben, hál' Istennek nálunk nincs szakember hiány. Minden pozíció be van töltve az iskolába is, és az óvodában is.